Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézi vezérlés extra nézőit. Mai műsorunk vendége Budai Dániel, a Budaörs női csapatának vezetőedzője. Szia, Dani! Sziasztok! Megbarátkoztál már ezzel, hogy női csapatának vezetőedzője? Hát igen, ugye az élet így hozta. Ugye sokáig voltam játékos, aztán Orosházán kezdtem az edzősködést, a Mezőkövesden, és utána, hogy a klubot nem indult el, ugye a Covid időszak után az első osztályba úgy kerültem Budaörsre, de hát most egy megszoktam a munkát, meg szeretek itt lenni, meg az hozzátartozik, hogy NB1B-ből indultunk, és onnan építkeztünk most, és most itt tartunk, ahol vagyunk most. És egyébként ez tervbe volt véve korábban? Tehát amikor te felépítetted magadban, hogy oké, befejezem a játékos pályafutást, akkor elmegyek edzősködni, akkor nyilván gondolom, hogy evidencia volt, hogy a fiúknál kezdtél dolgozni, bár ez sem biztos, majd elmondod, de utána te ezt tervezted, vagy egyszerűen csak így hozta az élet? Nem, ez abszolút tervezett dolog volt, ugye Szegedre visszakerültem a Ferencváros után, ott még 2 évet ugye játszottam a Bajnokligában, utána jött a Pásztor mester, ott utána a magyarokat nagyjából úgy, ahogy tudta, 2-esével, 3-asával ugye küldte el, én az első sorban ott voltam, hogy nem tartott rám igényt, és utána volt olyan lehetőség, hogy a külföld, vagy mi legyen, hogy legyen, és én Orosházára már konkrétan azért mentem, mert úgy beszéltem meg, hogy az edzői, ugye az oktatást el tudom kezdeni, plusz az ifi csapatot megkapom, úgyhogy ott párhuzamosan dolgoztam 4,5 évig a utánpótlásban, és ugye a profi kézilabdásként, tehát ezt már egymás mellett csináltam, plusz az iskola, tehát ez egy tudatos dolog volt már akkor. Jó, a kérdés arra van, hogy a nőire váltottál, az volt-e tudatos a férfi edzőségről, vagy azt hozta egyszerűen csak így az élet? Az a kérdés, igen. Az ember mindig gondolkozik rajta, hogy nézi ilyen férfi meccset, női mérkőzéseket, hogy mit lehetne kihozni ebből a férfi mezőnyből, a női mezőnyből, hogy az ember mindig gondolkozott rajta, hogy az egy milyen munka lehet, és az élet végül is nem várt módon. Lehet, hogy egy kicsit idejekorán is, de úgy csodorta elém, hogy úgy adta magát ez a történet. Gondolkoztam rajta, de nem gondoltam, hogy ez ilyen hamar be is következik. Akkor itt egyből rá is kérdeznék arra, amit ugye sokszor szoktak hát így feltenni kérdést, hogy mi a különbség a női és a férfi kézilabda között, abból az edzői szempontból. Te hogy érzed, hogy mi az a legfontosabb tulajdonság, ami egy férfi edzőnek kell, hogy nőkkel jól tudjon foglalkozni egy kézilabda csapatnál? Összetett a válasz. Ugye kezdeném az elejéről. Ugye a férfi mező nyilván sokkal gyorsabb, intenzívebb, ugye ott sokkal gyorsabban mennek az események. Elmondok egy példát, például eljöttem ugye az első női edzések egyikén, álltam a kollégám mellett, kérdeztem, hogy mondom, figyelj, nincs kedvük edzeni, vagy mi van velük, vagy van problémájuk van. Azt mondja, felén fordulom, hogy Dani, ilyen jól még soha életükben nem edzettem. Tehát egyszer rá kellett állni a szemnek, az agynak, hogy egy kicsit lassabb, kicsit vontatottabb, tehát az biztos, hogy egy kicsit át kell állni, viszont ugye a nők pedig sokkal lelkiismeretesebbek, sokkal jobban, nem azt mondom, hogy jobban dolgoznak, de tényleg ők azok, akik nem csalnak, nem sumákolnak, nyugodtan rájuk lehet bízni a munkát, tudom, hogy el fogják végezni. Ugye itt abban a részben ugye a férfiak, ők is megcsinálják a munkát, de ők azért zsiványak, ott jobban oda kell figyelni, jobban rá kell mászni a torkukra a férfi játékosoknak. A játékban pedig nyilván kicsit talán a kreatívabbak jobban rájönnek, gyorsabban rájönnek dolgokra. Nőknél pedig sokkal többet kell dolgozni, videóelemzés, mondani kell nekik. Ők is meg lehet tanítani őket is, de az egy sokkal hosszabb folyamat, türelmesnek kell lenni.
És hát a második felében kérdésre, de Attila, hogy igen, ez biztos, hogy valamilyen szinten az a nők nyelvén jól kell beszélni, hogy össze tud őket fogni, mert nem egyszerű azért 16-18 nővel együtt dolgozni. Különböző, nyilván itt vannak anyukák, vannak gyerekei, vannak összetettebb a dolog, tehát itt a, például a programot csak mondom, hogy ott egy hónapra le kell adni férfi játékosnak, meg mondja az ember 2-3 napra, azt hova majd jövök. Nő fodrászhoz megy, körmöshöz megy, ott azért sokkal több dologra kell figyelni, amire én is az elején nem figyeltem. Ugye itt az Irina, ugye, aki azért sok támpontot meg segítséget adott abba, hogy Dani, figyelj, mondani kéne ezért, meg ezért, néztem, mondom, mi? Ja, mondom, oké, akkor csak utána rááll az ember, és akkor úgy tervezi már a havi programot, hogy mindenki kényelmesen megtalálja benne a szabad idejét. Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy kértél telefonos segítséget, vagy bármilyet? Tehát nem tudom, a párodtól, a feleségedtől, vagy női edzőtől, aki már praktizált korábban, hogy figyeljetek, mondjatok már egy-két frankót, hogy kéne ezt csinálni. Nem, ugye sok emberre beszéltünk, meg edzőkkel, aki mindkét oldalon azért sok ember megjárta ezt az utat. Tőlük is azért persze kérdez az ember, de úgy nagyjából nagy részben azért bíztam a megérzéseimben, meg bíztam magamban, hogy meg tudom oldani a feladatot, meg birkózok vele. Ugye sokszor a játékosaim szememre vetik, hogy nem vagyok eléggé beleérző, és sokszor a lelkükbe tiporok, de azért úgy gondolom, hogy mindent meg lehet beszélni, tehát egy férfi játékossal. Nyilván az is olyan dolog, hogy az egyszerűbb, mert azt ugye elküldöd meg a békajratra, edzés után meg fogunk egy bambit, megbeszéljük, kész. Nővel megcsinálod, akkor azért lehet, hogy napokig nem akar velem nagyon beszélgetni, de főnöke vagyok, úgyhogy kénytelen elvégezni a munkát, aztán már megbékél, meg megbeszéljük, de azért az komolyabb, az több időt igényel, hogy azt rendbe tegye az ember utána. Egyébként azt kérdeztem is, ugye, hogy kitől kértél tanácsokat, hát azért nem kellett nagyon messze menned, mert ugye a családban azért van edzői tapasztalat. Mennyire segített neked az apai tapasztalat, mert azért nagyon sok minden gyűlt, ugye ott össze, sok csapatnál, sok országban. Pillanat, én a női vonalra, a édesapád ugye Budai Ferenc, nem volt női edző, ugye? Sehol nem dolgozott nőkre, vagy igen, vagy? Rosszul? De egy évet hódmezővásárhelyen dolgozott. Bocsánat, egy évet. De nem, hát az ugye neki nem jött be ez a vonal, meg azért tegyük hozzá abban az időben, meg az ő korosztályukban azért teljesen más módon zajlottak ezek az edzői tevékenységek, ugye férfi vonalon is, ahogy mi felnőttünk, nem volt, az volt az edző, megmondta, aztán kész. Nem volt ilyen, hogy megbeszéljük, meg majd átbeszéljük, meg majd úgy, hogy milyen jó lenne, hogy lenne jó a játékosnak a mi időnkben. Az volt, edző megmondta, és akkor még, hogyha visszamennénk, ugye apujék idejébe, akkor még ennyi mozgásteresen volt egy játékosnak. Ott vagy csinálod, vagy akkor szervusz, aztán jön a következő. Úgyhogy ehhez képest azért nyilván nagyot változott a világ. Ennek hát ugye a mai fiatalokkal, ugye akár férfi, akár női van, teljesen máshogy kell kommunikálni, meg beszélni. Aki ezt nem tudja, vagy nem jó ez a beszélőkéje, akkor ott az könnyen bajba kerül, mert nem tudja megértetni akkor magát. Egyébként nekem erről az a véleményem, hogy ez egy inkább egy pozitív folyamat az edzők életébe. Tehát azért nyilván egyszerűbb, amikor csak ki kell osztani az utasításokat, aztán majd lesz, vagy megcsinálják, vagy nem. De azért sokkal emberibb és jobban lehet a csapattal együtt dolgozni, hogyha nyitottak azok az érzékszervek, amikkel azért a visszajelzéseket is az edző fogadja a csapat felől, és földolgozza magában, hogy igen, hát nem biztos, hogy mindig igazam van, és lehet, hogy eredményesebbek leszünk együtt, hogyha egy kicsit jobban bevonom a játékosokat. Szerintem ez egy természetesebb dolog. Én sokszor láttam az ilyen old school edzőknél, hogy maguk is küzdenek ebben, hogy,
hogy ilyen nagyon szigorúak, pedig nem lennének azok igazából, mert azért ez mégiscsak egy játék, ahol 16 embert plusz az edzőt, plusz a sábot össze kell valahogy szervezni arra, hogy mindenki egyfelé menjen, és azért azt látjuk manapság, hogy azok a csapatok igazán jók, ahol persze megvan az irány, meg az edzőnek van tekintélye, de azért nagyban építenek arra, hogy a játékosok a pályán mit látnak, mit éreznek, mit tudnak hozzátenni. Ebben maximálisan egyetértek, de azért te is tudod, hogy ha az edzők változnak, és a világ változik, akkor azt az hozzáteszem, a sportvezetők is azért igen-igen nagyot változtak, mert az a mondatod, amit most mondtál egy 30 évvel ezelőtt egy Veszprémben vagy egy Szegedben, ezt elpróbáltad volna sütni, akkor lehet, hogy nem sokáig lettél volna vezetőedző. Tehát azért ugye abban az időben azért a sportvezetők is azért edzők torkán jobban rajta voltak, és azért nehezen tudtad azt átvinni, hogy most csapatprogramot csináljunk, most pihennie kell a csapatnak, mert ezt azért kevesen nyelték le, és ezáltal az edző is ugye egy, hát nem mondom, hogy nem élek stresszes életet, mert őszülök, meg minden bajom van, de azért abban is változott, hogy az ott mindennapi kőkemény stresszben éltek azok az emberek, tehát nagyon nem tudott akkora szabadságot biztosítani egy csapatnak, egy játékosnak, mint azért a mai világban. Azért ugye főleg, hogyha nézzük, ugye mindig mondjuk, hogy a svédek, a dán, skandináv, jaj, de jól érzi magát, meg milyen jó. Ez is olyan dolog, hogy persze az ő saját közegükben ez jó, ez jól működik, de azért észreveszünk, hogyha erre a vidékre jön, így a délszáv játékosoknál, biztos, hogy az jó, hogy majd ő nem fogja megcsinálni, és utána bajba kerülsz, utána az eredményességet pedig rajta fogják majd leverni. Egyébként ehhez kapcsolódóan egy picit akkor rá is kanyarodnék a Budaörsre, mert szerintem a Budaörs azért egy, mintha egy pici sziget lenne azért ebbe a magyar női kézilabdázásban. Ugye a nyugalom sugárzik a Budaörsből. Nem tudom, tudod-e egyébként, de én alapító tagja vagyok a Budaörsi Kézilabda Klubnak, úgyhogy különös figyelemmel követtem őket most már nyilván évek óta, de nekem úgy tűnik, hogy itt azért mindig olyan értelemben nyugalom volt, hogy nincsenek olyan nagy kinöngések, mint néhány klubnál, hogy a abszolút csúcsról egyszer csak len vannak a mélybe, akkor megint fönn, megint len, dobálják össze-vissza az edzőket, meg a játékosokat, hanem egy olyan nyugodt építkezés van, tehát egy edzőnek azért, nyilván most nem fogod azt mondani, hogy dehogy is, hát itt is nyírják az edzőt, de azért szerintem egy elég baráti klubnak mondhatnám a Budaörsöt. Igen, ebben megerősítelek, mert ugye eleve fiatalok a vezetők, lendületesek, és ahogy ideigazoltam, ugye megbeszéltünk egy tervet a következő évekre, stratégiát, hogy hogyan kellene ezt a klubot úgy felépíteni, hogy egy vonzó klub legyen, viszont az észszerűség határain belül. Tehát ez volt az elsődleges célunk, ezt hogyan tudjuk kialakítani. Ugye az első NB1B-be érkeztem, és ugye az, akkor itt volt az idősebb játékos, Hordják Ági, mondjuk a Pálosban mindig játszik, tehát voltak itt rutinos játékosok, ugye a Szabadfi, tehát ő rájuk épült ez a klub, viszont ugye az első NB1-B-s fél évben már ugye kiderült, hogy föl fogunk jutni, viszont akkor nagyon nehéz igazolni, mert most följuttok, stabilak vagytok, kiestek, tehát nem tudsz igazából csak egy pár játékost hozni, tehát nagyon jól föl kell építeni ugye a csapatot, hogy ugye megfelelő pozíciókba azt a két-három embert, akit el tudtuk hozni, azt elhozzuk.
Ezen belül ugye az első év az mindig nagyon néz, hogy bent tartsd a csapatot, tehát NBA-be tudj maradni, az is sikerült, és akkor ugye híre ment a klubnak, ugye alapból ez nem csak egy szlogen, tehát igyekeztünk egy családias légkört alakítani, támogatjuk, hogy a játékosok iskolába járjanak, vagy mellette még valaki még eljár dolgozni is, tehát egy kicsit van olyan játékosom, aki majd, hogy nem már olyan képesítése van, edzői képesítése, mint nekem. Gyakorlatilag én ilyet mondtam, hogy az én időmben, hogy elmegyek edzeni, azt mondták, hogy jó, akkor válaszol, hogy sportolsz vagy tanulsz. Tehát ilyen téren igyekszünk ugye játékos barát, meg ember barát, meg egy családias közeget kialakítani. Nyilván szerencsés ugye a fekvése is a városnak, ugye Pesthez közel, tehát mi minden adott itt ezen a környéken, és hát ezen az úton építkezünk tovább, tehát nem, amit mondtam, hogy nem eszetlenül szeretnénk igazolni, hanem mindig egy-egy pozícióra, vagy aki ugye fiatalokat, mondd csak, kérdezz nyugodtan. Igen, mert nagyon megütötte a fülemet, amit mondtál, és mielőtt tovább mennénk ezzel kapcsolatban, szeretnék kérdezni tőled is, meg Attilától is, mert talán ti ezt jobban tudjátok, hogy ezt ki kell emelni, mert valóban mondjuk 20 éve ez tényleg nem így volt, de ezzel ti egyedi esetet, vagy egyedi példát szolgáltatok, hogy támogatjátok a tanulást, stb. A munkát, mert azért mondjuk tényleg Skandináviában ez már 20 éve így volt. Tehát 25, tehát itt azért óriási volt a lemaradásunk most. A többi NB1-es egyesületnél ez nem így van? Tehát ez nem most nem bevett szokás? Attila? Hát de sokkal inkább, mint régen, tehát most már azért sok olyan klub van, ahol ez tényleg pozitívan állnak hozzá, de én inkább abból a szempontból emeltem ki a Budaörsöt, hogy az egy dolog, hogy azt mondják, hogy jó van mennyit tanulni, meg ezt csináld, meg azt csináld, de hogyha meg elvesztesz 3 meccset, akkor aztán teljes tragédia van, és akkor már kevésbé toleránsak az ilyen dolgokkal szembe. És ehhez képest gondolom, hogy a Budaörs egy kicsit toleránsabb klub, és elég, ha csak arra gondolunk, hogy hány kismama van nálatok, szerintem biztos, hogy talán a Győrben van több, mert ott volt egy ilyen baby boom mostanában, de azért nem véletlenül volt olyan, vagy van olyan reputációja a Budaörsnek, hogy ha oda mész játszani, van egy gyereked, vagy akár kettő, akkor az megoldható, és nem lesz belőle konfliktus. Nyilván máshol is ezt tolerálják, de azért sokkal inkább az eredmények befolyásolják a napi hangulatot. Tehát erre gondoltam, hogy most Budaörsön most nyilván elvesztesz 2-3 meccset, az senkinek nem jó, és akkor idegesek az emberek, de attól még nem lesz világ vége. Bár mostanában nem szokás Budaörsön 3 meccset veszíteni. De volt egy rossz szakaszotok január 1-től, vagy nem, november 18-tól január 1-ig ott 4 vereség zsinórban, de azóta viszont szárnyal a csapat. Igen, hát most egy jó passzban voltunk, és elkaptuk ezt az időszakot. De igen, amit az Attila mondta, hát ez is az egyik megbeszélésünk része volt, hogy a vezetőkkel, hogy reális célokat tűzzünk ki, és erre is külön kitértünk, hogy mi van akkor, hogyha esetleg nem úgy mennek a dolgaink, ahogy terveztük, hogy akkor sem esünk pánikba, nem kezdünk el olyan dolgokat csinálni, ami negatív hatású lenne. Elég csak elmondani, hogy gyakorlatilag 3,5 év alatt idény közben nem igazoltunk senkit, tehát nem kezdtünk el kapkodni, amikor, sőt, még volt olyan játékost adtunk el, tehát mindig megvolt a tervünk, és eddig, hál' Istennek, jó, azt is hozzátenni, nem is voltunk még úgy szorongatott helyzetben, hogy most kiesés ellen kellett volna valamikor is pályára lépni, az elején úgy mindig úgy jól indult a bajnokság, de igyekszünk megőrizni azt a nyugalmat, és tényleg észszerűen, hogyha kell belenyúlni, vagy büntetni. Nem mondom, hogy nem volt olyan, hogy kicsit hozzányúltunk a játékosokhoz, meg a edzőkönnek is a bérjez, de az is csak egy időleges dolog volt azért, hogy egy kicsit inkább ilyen ébresztő jellegű dolog. De Hárja, bocsánat, a te béredhez is hozzányúltak? Én kértem, én voltam az első, aki mondta, hogy
akkor természetesen az első az enyém, aztán utána lehet a játékosokhoz. Hogy hát megemelni? Azt kérdem. Egyértelmű. Persze, pontosan megváltoztatjuk. Na, van aktualitása is ugye ennek a beszélgetésnek, amit már azért ugye mondjuk a szakmán belül pár hete, hónapja lehetett tudni, az most már nyilvánosságra került, és hivatalos, hogy Sacil Nadin nálatok folytatja a pályafutását. Ez egyébként 100%-osan azt támasztja alá, amit mondtatok az imént, hogy Budaörs egy vonzó hely, mert hát azért ugye Nadin egy extra klasszis játékos, nemrég még a válogatott csapatkapitánya is volt, úgyhogy gondolom minden tekintetben hatalmas erősítés nektek, meg egy visszaigazolás arra, hogy hoppá, azért valamit jól csinálunk, hogyha a Klivinyi Kinga után most Csatlin Nadin is úgy gondolja, hogy Budaörs egy jó hely nekem. Hát köszönjük szépen, ha más is így gondolja. Természetesen ennek rengeteg összetevője van, ugye, hogy milyen játékosokat el tudunk hozni. Ugye. Nyilván a bajnokság, ugye, aki követi, látja a bajnokságot, hogy ugye négy csapat abszolút kiemelkedik a mezőnyből. Most kérdés, hogy oda el tudsz-e menni, el akarsz-e menni. És ti vagytok az ötödik. Vagy akkor mondjuk el, hogy ebben a pillanatban a Budaörs az ötödik. Hát igen, de összességében azért nem gondolom, hogy ez a reális cél, hogy a Vác még előttünk van, jobb csapat, de tehát ott vagyunk, föl tudtunk oda arra a szintre menni, hogyha ebbe a négy nagy csapatba úgymond nem akarsz lenni, azért úgy gondolom, hogy egy vonzó hely lettünk, és ennek a vagy olyan fázisban keresztezte egymás az útunk ugye a Nadinna, hogy volt értelme leülni és beszélni róla, hogy lehetne ezt megoldani, hogy ő nálunk játszon. Én akkor is azt mondtam, hogy mindenféleképpen fiatal posztásot szeretnék neki, és hogy egy kicsit egy ilyen mentor szerepe is legyen, hogy felneveljünk mellette valakit, de természetesen az a tapasztalat, az a rutin, amivel ő rendelkezik, az nyilván azt majd be kell építenem ebbe a közösségbe, ebbe a csapatba, úgyhogy az egyértelmű, hogy egy óriási segítség, meg hát persze egy nagy név, aki ismét hozzánk csatlakozott, ugye a Kingáról beszéltünk, a Kinga után most itt az elmúlt két év, másfél év távlatában tudom mondani. Egyébként, ha már Kinga szóba került, Klivinyi Kinga, ő mekkora segítséget nyújtott neked, akár a közösségépítésben, akár a szakmai részben? Gondolom, hogy rá azért tudtál támaszkodni egy kicsit jobban, mint egy átlagos játékosra. Természetesen ugye mindig vannak olyan edzők, ugye, hogy félnek ugye ezektől az egyéniségektől, hogy akkor már ő nem úgy edz, meg nem úgy akarja, meg majd megmondja. Mindig úgy vagyok vele, hogy majd meglátjuk, megpróbálom megtalálni vele a közös hangot. Hát a Kingával is így volt, tehát abszolút az kezdetek fogva megtaláltuk a közös hangot. Ugye nyilván az a tapasztalat, a játék tudása közösségbe is szépen beilleszkedett. Ugye nyilván ez is egy intelligencia kérdése, mert most, hogyha lehet ilyet mondani, nem akarok álszerén se lenni, de ugye én egy jó alany vagyok ebben, mert játszottam a legjobb csapatokban, a legjobb játékosokkal is együtt, meg játszottam kis csapatban, úgymond szerényebb képességű játékosokkal is, tehát én aztán ismerem a nagy játékos gondolkodását, a kis játékos gondolkodását, ismerem a nagy csapat öltözői hangulatát, a kis csapat öltözői hangulatát, tehát úgymond jobban tudok segíteni ilyen játékosoknak, hogy megtalálják a helyüket, a boldogságukat is, akár egy kisebb csapatban is, most például a Nadin mondjuk Győrből idejön, nyilván nem tudunk olyan közeget, lehetőségeket biztosítani, de igyekszünk a magunk részéről mindent megadni, és hát a Kinga is ugye egyértelmű, hogy játszik is, tehát látszik, hogy alapember, húzó ember, és hát mi is segítünk a klub is azért, hogy a válogatottak kér valamit, hogy pihentessük, vagy felmérjük, vagy miben tudunk segíteni, ezt mindig figyeljük, eleget teszünk ezeknek a kéréseknek, és hát bízom benne, hogy egészséges marad, és akkor nagy segítsége lesz még itt a elkövetkezendő időben a válogatottnak is. És akkor most hogyan tovább tulajdonképpen a budaörsi tervek, hogy alakulnak? Mert ugye nyilván itt van egy fokozatos építkezés, először bent kell maradni, aztán megerősíteni a helyedet, középmezőnybe lenni, és akkor most úgy néz ki, hogy
És ez nem csak azért van egyébként, mert ilyen jól fejlődtök, hanem a bajnokságnak az erőviszonya is egy picit átalakulnak, tehát a törés vonalak máshol vannak, és hogy említetted, most ugye ott vagytok, hogy az első hatba kerülni, az egy reális cél, de innentől kezdve jönnek mindig a nehéz kérdések, hogy akkor megpróbálja a klub azt, hogy akkor bekerüljünk abba az első négybe, ahol most ugye a két nagy csapat mellett a Moson-Magyaróvár meg a Debrecen van, vagy akkor ez az első hat, ez így jó, és ebbe fogunk élni hosszú ideig, vagy hogy néztek a jövőbe, mik az elképzelések? Igen, most a Bluff című film jut eszembe, hogy minden a matekon múlik, de azért nem ennyire egyszerű ez a történet. Ugye azt azért hozzátenném, hogy ugye most a rutinos játékosokat kiemeltük, de ugye négy embert már elhoztunk, 4-5 embert a Nekáról, ugye, akit szépen építünk be, hogy a Szabó Anna, ő most Türingenbe tovább is megy a Bundesligába, Ukrin Lili szépen fejlődik, Milinkó Zsófi szépen fejlődik, Vártok Tamara egyre több, tehát már fél időznek, vagy még többet is játszik, és itt is voltak olyan fiatalok, akik itt Budaörsön nőttek, tehát az is egy cél, hogy ezeket a fiatal játékosokat jó helyre kerüljenek. Bízom benne, hogy lehet mondani, hogy jó képzést kapnak, felkészítjük őket az NB1-re. Ugye a Jovovics Jovánát is ugyanúgy NB1-B-ből hoztuk az első évbe, és egy év után ugye Debrecen el is vitte tőlünk, ugye évközben, második forduló után. Tehát az is egy cél, hogy ugye fiatalokat és jó kézilabdásokat neveljünk. Aztán utána a kérdésedre, ugye te is tudod, hogy azért nem egyszerű. Tehát, hogyha megnézzük a játékos listát, minőséget, tehát hogyha most nekem odaadnák a 5-től 14-ig az összes játékost, hogy csinálják egy olyan csapatot, aki megveri a Móvár Debrecent, vagy a Fradiról meg Győrön is beszéljünk, szerintem nem tudnék abból a 140 játékosból olyan csapatot csinálni. Tehát azért nem egyszerű ez a dolog, hogy most egy kis csapat akkor kit hozol. Tehát akkor maradnak ugye a délszlávok, hogy te azt árba elért, mert azért dán, francia, norvég, svéd azért nem valószínű, hogy ő most Budaörsre szeretne igazolni, hogy azért ez egy nagyon összetett kérdés, meg nyilván hát az anyagiak, amiről fél is viccesen kezdtem, azért ott meg óriási emelkedés kellene, amit meg azért nem olyan egyszerű előteremteni, maradjunk annyiba. Oké, rendben. Egyébként... Bocsánat, csak annyi, hogy amikor ültök a vezetőkkel, leültök és beszélgettek, bambisztok vagy söröztök, és szóba kerül a jövő, akkor azért mégis mit vázoltok föl magatok elé, a Budaörs elé, hogy maradjunk meg ezen a szinten, próbáljunk meg tovább lépni, esetleg lépjünk ki a nemzetközi porondra, hát azért nem vagytok olyan nagyon messze az Európa Ligás pozíciótól, lehetőségtől. Tehát, hogy van-e valamilyen ilyen konkrét stratégia? A folyamatos fejlődés, az tudjuk egy első körben ugye kitűzni a zászlós hajóra. Megnézzük, ugye most 3-4 ugye idősebb játékos ugye szögre akasztja családalapítás miatt, úgyhogy próbáltunk a helyükre megfelelő játékosokat hozni, van közte rutinos, van közte fiatal, akikből ugyanúgy most gyakorlatilag jövőre nem is volt eddig ilyen játékos mozgás, hát, amit az Attila is mondott, azért olyan stabilok voltunk most 4 évig, hogy 2-3 ember cserélődött. Évente most cserélődni fog 7-8, tehát az egy új keret, új célok, az újra az én gondolatmenetemre azt a csapatot át kell állítani, az én játékrendszeremre át kell állítani. Az mindenféleképpen az egy alapcél, hogy egyenlőre maradjunk ebbe a szorosan az élmezőny után, és akkor utána hogy milyen lépéseket, az azért már sok dologban nem csak rajtam múlik, tehát ott azért már komoly anyagi kérdések is. Itt így is minden segítséget megkapunk a szponzoroktól, a várostól, amit lehet, de az azért komoly plusz terhet róna a klubra, és ezzel együtt, hogyha esetleg
és valami csoda folyt a nemzetközi kupa, én úgy gondolom azt is meg tudnánk oldani. Kérdés, hogy az is milyen szinten, tehát milyen ennyire érdemes, olyan szinten, hogy ahhoz is kell egy olyan csapat, hogy most azért 15-20 góllal kikapni, csak azért nemzetközi kupát játszani, nem hiszem, hogy az a játékosok fejlődését hozza magával, mert szerintem az nem biztos, hogy ez egy jó dolog. Egyébként, amikor így nyilván számolgattok egy kicsit, ahogy mondtad, a minden matek kérdésre, hogy ha azt mondod, hogy most 10 a büdzsétek, akkor szerinted mennyivel kéne megemelni ahhoz, hogy mondjuk versenyképes legyél egy harmadik, negyedik helyért? Hát szerintem egy 25-30-ra. Tehát, hogy háromszorosa a jelenlegileg? Lehet, hogy keveset mondtam. Ráadásul ugye te is tudod, hogy egy kis csapat, ugye először, hogyha most te extra igazolásokba gondolkozol, akkor eleve csak úgy tudsz elhozni igazi nagy játékost, hogy akkor azt túl kell fizetni első körben. Mert ő azt mondja, hogy akkor Debrecenbe akarok menni, vagy Móvárra akarok menni, vagy Fradiba, persze, oda akar menni, akkor valami olyat kell mondani, hogy miért jössz ide. Majd mi is egyszer nagy csapat vagyunk, vagy leszünk. Tehát az azért rohadt összetett dolog, és iszonyat sok pénz. Kérdés, hogy most megéri-e ekkora büdzsét megcsinálni egyáltalán, már ugye most nem akarok, mert igen, lehet-e, meg ugye itt vannak az elmúlt években, azért vannak Magyarországon is olyan csapatok, akik folyamatosan nyújtózkodtak, aztán utána mi lett velük? Annak van-e értelme? Tehát az is egy másik kérdés. Világos. Na, Dani, azzal kezdtük, hogy ugye férfi edzőként kezdted a pályafutásod, most női edző, vagy meddig van szerződésed a Budaörssel? Most 2 évet még ugye hosszabbítottam, úgyhogy ha végigcsinálom, akkor még ugye 2,5 mondjuk, akkor mi ez az idén. Mondhatjuk, hogy ez a távlatokban gondolkozol a női vonalon. Nézd, ez mindig olyan dolog, hogy nyitott vagyok mindenre. Ugye az nyilván az a dolog, az egy vonzó, hogy egy nyilván. Hogyha ennyi ideig, azért 6 évig egy helyen van egy edző, az ugye 2 dolgot jelent, egy az, hogy jól érzi magát, 2, meg elégedettek a munkájával, bíznak benne. Én is úgy éreztem, hogy ez így van, és még nem fejeztem be azt a munkát, amit én gondoltam ennél a csapatnál, mert azért ezt, amit mondtam is, hogy NB1B-ből én fejem szerint építkezik ez a klub, most nem az álszerint se szeretek lenni, de az én gondolat, az én játék felfogásom szerint alakítottuk ki a keretet, a játékot, mindent, úgyhogy még ebbe van mit csinálnom, úgy gondoltam, és hát ugye persze az is hozzájött, hogy jól érzem magam, tehát nem voltok arra, hogy most én ide-oda ugráljak, de nyitott vagyok bármire. Világos. Hát akkor, Dani, egyelőre azt kívánom, hogy érezd még sokáig, jól magad, legyenek. És aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Gondolom, ezt az 5. helyet ezt aláírnád az idény végén is, ahol most álltok. Az úgy gondolom, hogy ennek a csapatnak az a BL győzelem lenne. Igyekszünk minden mérkőzésre, tehát egyről kettőre kell menni, mert tényleg női kézilabda, sok dolog történhet, meg hosszú azért még a szezon. Nagyon bajusz, hát most néztem, legutóbb Mosó-Magyaróváron megnyertétek a második fölük. Alig annak van. Szüken kaptam. Hát volt ugye, amióta volt tavaly a Debrecen, meg tudtuk, volt a Móvárt tavaly előtt, tehát voltak ilyen fellángolások, ez a fontos, ugye ez mutatja, hogy egy csapat erejét úgy gondolom, hogyha stabilan tud játszani idegenben és otthon is, és az, hogy ugye az, hogy ne legyenek már ilyen nagy kilengései, hogy most kikap 15 góllal, meg utána nyer 10-zel, de stabilan tudjuk hozni azt a szintet, akkor úgy gondolom, hogy jó úton járunk. Nyilván, persze, mint mondtam, hogy a lelkesedéssel, meg akarattal, meg szívvel, meg taktikával egy bizonyos szintig eljuthat az ember. Egyértelmű. Bizonyos szint után, meg azért már kvalitás. Kvalitás jelenik meg, és hát ezeknek a csapatoknak azért komoly kvalitása van még egyelőre velünk szemben. Na, de lehet, hogy csak egyelőre. Dani, köszönjük szépen a beszélgetést.
Én köszönöm. Sziasztok!